Nem csak megjelenésében lett korszerűbb a tornaterem világítása, a korábbi higanygőzlámpák helyett ezentúl energiatakarékos LED lámpákat használnak az iskolában. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, általános iskola és kollégium, Szabó Lőrinc tagintézménye ezzel a fejlesztéssel környezettudatosabbá is vált. Nagyon örülünk annak, hogyha megújul az intézmény, és valami új történik az intézmény életébe. Nagyon nagy öröm, hogy most a tornateremnek a világítását sikerült a Sóstőhegyi Gyermekvilág Alapítvány támogatásával megújítani, felújítani. Ez a tornaterem nem csak a testnevelés órák színtere, hanem ez itt a Sóstőhegyi közösségnek a kulturális és művelődési színtere is. Így tehát nem csak a gyerekek, hanem egész Sóstőhegy gazdagodott ezzel a világítás korszerűsítéssel. A mintegy 370 ezer forintos beruházás teljes mértékben az E.ON Hungária ZRT társadalmi szerepvállalás pályázata finanszírozta. A vállalat felhívására a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány jelentkezett, valamint az intézmény két korábbi diákjának köszönhetik a beruházást. Az egyik diák megtalálta magát a pályázatot, másik diák már szintén végzett, mind a kettő különben villamosmérnök, a másik megtervezte a világítást, hogy a legoptimálisabb legyen a tornaterembe. Majd felkeresték azokat a cégeket, ahonnan az alapanyagok meglettek, és megpróbálták minél olcsóban beszerezni, és amikor ez mind összeállt, akkor így már egy összeges korrekt árajánlattal tudtunk menni az E.ON-hoz, akinek ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni azt, hogy ezt megvalósítottuk. Nagyon fontos az, hogy a mai világban, ami rohanó és mindenki csak magával foglalkozik, vannak olyan cégek, akik a közösséget is tenni akarnak, nem csak a saját profitjukért, úgyhogy ezután is hálásak vagyunk az E.ON-nak, hogy ez a projekt létrejöttet. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézményben 1-től 4. osztályig tanulhatnak a gyermekek, most körülbelül 80 diák vesz részt az alsó tagozatos képzésben.